Sziasztok. Végre valahára fölkerült a végleges verziója a feliratnak a Billion Lives című filmhez. Úgyhogy volt egy pár bizonytalan felhasználó, most nekik meg fogom mutatni, hogy hogy is lehet megvásárolni ezt a filmet magyar felirattal, hogy lehet kikölcsönözni, és úgy egyébként hogyan lehet eljutni odáig, hogy tévén vagy, vagy telefonon, laptopon, bárhol meg tudjuk nézni ezt, lássuk akkor. Az első és legfontosabb, hogy a legegyszerűbb, hogyha kiindulunk a Billion Lives magyar oldalról, és legörgetünk egészen idáig, ezt reggel 10-kor tette közzé Mujó, és rákattintunk vagy a szövegre, vagy ide a nagy képre, és ez át fog minket navigálni ide, ahol meg tudjuk vásárolni. De ejtsünk róla pár szót. Itt tudjuk megnézni a trélert. Itt egy pár szóban leírják a készítők, hogy, hogy miről szól a film. Itt megnézhetjük az extrákat a filmhez. Itt van egy köszönöm üzenet, ahol Jimmy-től kezdve Eronon keresztül Bármelyiküket meg tudjátok nézni. Gyakorlatilag mindegyikük beszél egy picit a filmről, Jenny, Eron, és a többi, és a többi, és a többi. Itt van maga a film, látszik 1 óra 34 perc 3 felirat van idáig, és itt van két darab extra. Nézzük meg, hogy mi ez a két darab extra. Igen, egy mozi plakát, egy poszter, és egy egy ilyen badge, egy medál, amit ki tud mindenki a Facebookra rakni, hogy én megvettem a digitális tartalmat. Na de menjünk vissza, és nézzük a következőt. Láthatjuk, hogy itt van egy 3,49 dollár centes kölcsönzés gyakorlatilag, és egy 9,99 dollár megvásárlás. hogy Mi a kettő között a különbség? 3,49 ért egyszer tudod megnézni a filmet, és vége. Amikor vége, akkor még egyszer, ha meg akarod nézni, akkor még egyszer 3 dollár 49 cent. Hogyha azt szeretnéd, hogy ezen a kis virtuális polcon neked mindig ott legyen a film, és mondjuk, ha átjönnek a barátaid, akkor meg tudjátok együtt nézni, vagy tudjál együtt téríteni, velük, akkor javaslom, hogy a 9,99 centes verziót rakd a kosárba. De itt több opciónk is van, mind a kettőnél természetesen. Menjünk azon végig, hogy megvásárolom a filmet. Rákattintunk itt a 9,99-re, és itt oldalt meg is jelenik egy sáv. Nézzük, mik vannak itt. Azt mondja, hogy fizetés, és illet, itt van, hogy ugye mit kapunk majd vele. Itt van a 4K trailer, maga a köszönő üzenet és a film, illetve a felirat fájlok, de ezzel nem kell foglalkozni. Ugye itt lehet látni, hogy min lehet megtekinteni. Ezt meg lehet nézni egy sima webböngészőn keresztül, iPhone vagy Androidos eszközökkel illetve roku is meg lehet tekinteni, én azt mondom az első három lesz a mérvadó, kipróbáltam, egyébként tökéletesen működik, Apple TV-n van hozzá, VHX kliens, telefonon ugyanúgy minden gond nélkül le lehet játszani, tehát, ja, és ugyanez természetesen Androidra is működik, csak azt elfelejtettem mondani. Menjünk vissza a paymentre. Itt tudunk választani, ez a default jelen esetben, ugye 9,99, ennyit kell fizetnünk minimum a filmért, de itt a csúszkán el tudjuk húzgálni attól függően, hogy mi szeretnénk-e támogatni még a készítőket, akár majdnem 210 dollárral is, illetve, illetve. Itt lehet látni lent az adótartalmat, ami ugye mondtuk, hogy 10 dollár a film, de hát sajnos igen, Magyarországon 27%-os áfa van, tehát ez 2,7 dollár. Hogyha, hogyha én átállítanám a fizetéskor az országot mondjuk Amerikára, akkor az nem ennyi lenne. Ha ezt én itt most átállítom, ne is Üzbegisztára, hanem mondjuk, és az se, mondjuk legyen United States, akkor itt látszik, hogy el is tűnt a, az áfa tartalom, de ha megnézzük, hogy Ausztria, mert hogy Ausztriában tudjuk, hogy 20%-os az áfa, és valóban 2 dollár, de maradjunk jogkövetőek, és válasszuk ki a hangerit. Valószínű egyébként, hogy magával a bankkártyával is kommunikált, tehát csak azt a csak azt az országkódot fogadja el, ami a bankkártyához van rendelve. Na de menjünk tovább, hogy tudunk fizetni? Be kell írni ide a, azt a nevet, ami a bankkártyán szerepel. Be kell írni ide, itt most ugye az van egy kreditkár, de ide a bankkártyának az első részén található négyszer, négy darab számjegyet. A hátulján az aláírás mellett található CVC, vagy, vagy, mit tudom is én milyen kódot, még milyen néven emlegetik, én csak CVC-nek szoktam hívni, három egy. Be kell írnunk a kártyának az érvényességi időpontját, hónap, év, ugye ide megadjuk a, az irányítószámunkat, és Hogyha esetleg van kuponkódunk, de nincs kuponkódunk, akkor azt itt be tudjuk jelölni, és akkor ide be tudjuk gépelni. Ezt most kihagyjuk, ki is veszem a pipát, és itt még mindig meggondolhatjuk magunkat. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy inkább csak egyszer szeretném megnézni, ezt itt átkattintom, és már is csak 443, nem 1269. Illetve van egy nagyon kedves kis opció itt még pluszba hogyha van valaki, akinek meglepetésként szeretnénk adni, mondjuk édesapánknak, édesanyánknak, testvérünknek, aki még mondjuk mindig dohányzik, akkor itt be tudjuk neki jelölni, hogy gift this, azaz adjuk ezt valakinek ajándékba. Ide megadhatjátok az e-mail címet, egy nem kötelezően kitöltendő, de valami kis kedves üzenetet nekik, és azt is meg tudjátok adni, hogy mikor kézbesítődjön ez év, nap és a hónap, amit ki lehet itt választani. De ezt is kiveszem, és ha nem haragszotok meg, akkor én ezt itt most elblőrözöm kicsit, hogy azért már mégse lássátok a kártya adataimat. És ha mindennel vagyunk, akkor rákattintunk itt a Buy gombra. Itt egy kicsit gondolkozik a rendszer. Meg is jött az üzenet, közben már a telefonom is pittyenne, hogyha nem lenne lenémítva. Itt van a tranzakció azonosító, itt el lehet menteni a kártyát, hogyha még, még több filmet szeretnénk vásárolni, vagy, vagy megtekinteni. És ha ezzel vagyunk. nincs más dolgunk, mint rányomni itt a megtekintés indítása gombra. Már is láthatjuk, itt a badge le is töltődött. Azt mondja, hogy én megvettem egy digitális másolatot a Billion Live című filmből, tökéletes. Menjünk vissza. Poster. Ezt is láttuk. És akkor lássuk magát a filmet. Itt egy picit meg is állítom még, itt lehet látni ezt a kis három darab pöttyöcskét, és itt tudjátok kiválasztani, hogy kikapcsolt felirat. Jelen pillanatban még csak a francia, a magyar és a norvég van fönt. Mi kiválasztjuk a magyart, hiszen magyarok vagyunk. A felbontást is ki tudjátok választani, vagy automatán hagyjátok. Beállítjuk 1080p-re. Kész is vagyunk. És amint látjátok, tökéletesen megjelent a magyar felirat is. Úgyhogy egészen röviden ennyit szerettem volna nektek mondani erről. Én mindenkit csak támogatni tudok abban, hogy ha nem tudtatok ott lenni a premierem, akkor vásároljátok meg, vagy csak bérejétek ki, teljesen mindegy és, és nézzétek meg, mutassátok meg az ismerőseiteknek, mutassátok meg azoknak, akik még dohányoznak, akik kételkednek, akik nem hisznek nektek, hogy ez egy sokkal egészségesebb alternatíva, mindenki csak uh, támogatni tudok. Ha akarjátok, még ilyen kalákába is összeállhattok, hogy mozi délutánt tartotok, nagyon nagy hangulata lehet egy uh, baráti összejövetelnek. Leültök, nem láttátok, megnézitek. Jó kis időtöltés szerintem. Remélem tudtam segíteni a videóval. Annyit mondanék, akik kérdeznék esetleg, hogy, hogy lehet-e fizetni Paypal-lal. Jelen pillanatban még nem lehet, és nem is olyan egyszerű ennek a megoldása, úgyhogy pont most, ahogy, ahogy elkezdtem ezt a videót készíteni, akkor néztem rá a telefonomra, Aaron írt, hogy rákérdeztem, hogy ezzel van-e valami, mert többen feltették ezt kérdésként. Visszaírt, hogy jelen pillanatban még nem, nem olyan egyszerű, próbálják megoldani a dolgot, de úgy gondolom, hogy aki a PayPal-t tudta rendelni a bankkártyájával, az, az akkor azt jelenti, hogy van egy bankkártyája, tehát meg tudja vásárolni a bankkártyának a terhére is, így a filmet. Nem kell egyébként félni. Amint látjátok itt fönt, a vhx.tv-nek itt van a, a biztonsági tanúsítványa. Egyébként a VHX, mint olyan, ez a Vimeo cégcsoportnak a tagja, tehát nem egy kis jöttment cégről van szó. Meg lehet bennük bízni nyugodtan. Látjátok, nekem is sikerült ezt megvásárolni, minden különösebb gond nélkül. Úgyhogy hajrá, a gőz legyen veletek! Sziasztok!